Parko Mátyás vagyok, a Zalaegerszegi Bívófánál dolgozok. Faipari technikusként, más néven asztalos. Gyermekkoromban hát az életemet nem így képzeltem el teljesen, hanem mozdonyvezető volt az álom, de végül nem bántam meg, hogy a faipar lett végül is a megvalósulás, mert ez is egy álom volt, hogy egy alkotást, egy művészetet lehet összefogni ebben a szakmában. Az életem úgy alakult, hogy a faipar lesz, és egy olyan motivációt kaptam, hogy volt egy toborzása az iskolánkban, ahol kijött az akkori volt tanárom, és teljesen így átadta ezt a szakmát, hogy milyen csodálatos, milyen dolgokat lehet alkotni, és így már eldöntöttem 7. osztályba, hogy ez lesz az én jövőm. Szerintem egy jó szakembernek, odafigyelőnek, tudatosnak, és a munkáját a legjobb tudása szerint végezzel. Jelenleg nagyon elégedett vagyok, mert mindig új dolgot tanulok, mindig új dolgot látok, és ez mindig egy újabb élményt ad, ami egy határtalan. Soha nem lehetne ezt abba hagyni, mert mindig új érzés fog el. A legjobban a szakmában azt szeretem, hogy mindig egy új dolog rétrejön, hogy egy ablakot elkészít, és utána az beépülésre kerül, és pár év múlva ránéz, elfogja egy jó érzéssel, hogy na igen, ezt én csináltam. Az akkori 14 éves magamnak azt tudom üzenni, hogy semmiképp se változtassa meg, amit akkor eldöntött, mert ez így tökéletes. Ez egy jó döntés volt.